Ez a Kívánság Szolgálata, a heti TV Kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, egy tartalmas fél órát ígérhetek. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, vagy akár SMS-ben is üzenhetnek. Ezeket az elérhetőségeket a képernyő alján olvashatják is. Korábbi műsorainkat pedig visszanézhetik YouTube csatornánkon, youtube.com/kívánságszolgálat. Mára is hoztam egy napi gondolatot, Gerevics József pszichiáter és addiktológus tollából származik, és így szól: ha semmit nem tudunk egy kép keletkezésének történetéről, egészen mást láthatunk a képen, mint a mű alkotója. Elgondolkodtató sorok. Beszélgetés is lesz a mai műsorban, videóhívás segítségével kapcsolódik be Kocsis Dénes énekes, az Operett Színház művésze. Bemutatjuk legújabb, egyben első klipjét is, majd érdemes lesz akár csak ezért is minket választani. De természetesen ma is az önök üzenetei kapják a főszerepet, nézzük is az elsőt. Kormos Ibolya a ma elhangzó összes dallal köszönti párját, Réti Dávidot, közelgő 21. születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot kíván üzeni, nagyon szereti. Nincs határ, ez pedig az első dal címe, Bokor Marianna énekel. Kicsit elveszik az ember, és ahogy rohanunk, közben lassítani sem mer. Megállni fél, sokszor csak álmokban él, mindig hajt valahová, valamiért. Hogy rád borul egy felhő, s a közelgő vihar elől nem véd meg semmilyen ernyő. De tudd, hogy ez a világ akkor is csak arra vár, hogy te érezd a jót és lásd a csodát. Holy!
Nézzük meg a mai naphoz köthető évfordulókat, azoknak is egy részét. Friedrich Fröbel német pedagógus és óvoda alapító születésének emlékére tartják a mai napon az óvoda napot. 2010-től államilag is elismert ünnepé vált a bölcsödék napja, így már hivatalosan is emlékezhetünk azokra, akik 158 évvel ezelőtt, 1852. április 21-én megnyitották Budapesten, a Kalap utcában az ország első bölcsödéjét. Álljon itt egy újabb üzenet. Kovács Károlyné a következő felvétellel köszönti férjét, Kovács Károlyt Budaörsön 66. születésnapja alkalmából az egész család nevében. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget, és maguknak sok-sok élményekkel teli közös évet kíván. Mi is a legjobbakat kívánjuk. Már is a Honfoglalás című film betét dalát hallgatjuk meg, egészen pontosan zenéjét Horváth Elemér Emi hegedű művész tolmácsolásában. A felvétel címe Kell még egy szó. Thank you.
Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:45-tól várom Önöket új adással, itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13 óra 15 perctől nézhetik meg, ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Folytassuk még a mai naphoz köthető évfordulók sorát. 222 éve született Táncsics Mihály író, politikus, 207 éve látott napvilágot Egressy Béni színész, író, zeneszerző, a szózat megzenésítője, és 95 éve született II. Erzsébet, aki a legtovább hatalmon lévő női uralkodó. Már is megyünk tovább egy újabb üzenettel. Kárászi Rita Szentendrén a saját kedvére kérte a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Csak egy tánc volt, László Attila énekel. Csak egy tánc volt, mint tőled kértem én, azután ment minden könnyedén, együtt mentünk haza az úton, és a többit nem tudom. Csak egy sok volt, boldog pillanat, amit loptam kaputok alatt, meg is kérem a kezed ezután, és a többit nem tudom. Nyílt a kapu, kivárt reád, nem volt az más, csak a babád. Rám is fordult, gyere be, többé nem engedlek el. Mene csak egy tánc volt, mint tőled kértem én, de már több kell, maradj az enyém. Meg is kérem a kezed ezután, és a többit nem tudom. Balatoni Ibolya klub társait köszönti a ma elhangzó összes dallal Szolnokon. A soron következő felvételt pedig a saját kedvére is kérte, nagy szeretettel küldjük. Szávolovics Gabriella énekel, a dal címe A Hargita alján lakom én. Ó, te szépséges Hargita!
elűzött a sors engemet. Hazamennék, de nem lehet. Hazavágyva sírni tudok én. Ó, te szépséges Hargita, miért csalogatsz, miért hívsz vissza? Elűzött a sors engemet, hazamennék, de nem lehet, csak hazavágyba sírni tudok én. Németh Zita egy korábbi adásunkban látta a következő felvételt, szeretné újra kérni. Nagy szeretettel küldjük, a dal címe 3 év, Mudzsahid Zoltán énekel. Három év, hogy elszállt, mint a szél, 3 éve már. Engem elrabolt a messzeség, 3 év, és újra itt vagyunk. Túl sok érve nincs, talán jobb, ha hallgatunk. Minden éjjel nélküled, nem hittem, hogy fáj. Fogva tart az emléket, s a múlt, tudom már. Ugyanaz az érzés
Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, Kocsis Dénes, énekes színész, itt van velünk videóhívás segítségével. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és mindenek előtt egy valós tartalmú hogy vagy kérdést szeretnék feléd intézni. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyon jól vagyok. Egyébként a magánéletem teljesen rendben van. Igen, az a klip kapcsán is kiderül. Igen, úgyhogy várjuk az esküvőt, hogy esetleg reményeink szerint meg lehet majd tartani a nyáron. Nyilván emiatt egy picit szintén izgulunk azért, hogy minden rendben legyen, hogy az emberek ne rettegjenek, hanem tudjunk egy jót bulizni, de hát azért ez is egy nagy kérdőjel, úgyhogy ilyen szempontból nehéz lelkileg mindig rendben lenni, vagy jól lenni azért, mert mindig van egy ilyen alapbizonytalanság is. Sajnos emiatt mínuszban indulunk minden nap, de hát azért sokszor pozitív a vége, úgyhogy hála Isten. Legutóbb még a Duna Televízióban a Kívánságos Ár című műsorban beszélgettünk, rendszeres vendég voltál, mint az Operett Színház művésze. Azért azóta nagyot fordult a világ, jött a Barátok közt is, sikert sikerre halmozol, most itt az első klip. Nyilván a klipről kellene legfőképpen beszélgetnünk, és egy picit azt járjuk körbe, hogy maga a gondolat, hogy neked már pedig legyen egy ilyen önálló dalod, önálló klipped, a gondolat hogyan született meg? Nos, nézd, ez a dal, ez 2014-ben elkészült egy verzióban, akkor nem történt vele semmi. Nekem 2014 óta azért rengeteget ment, úgymond a szekér, hogy én nem ez így van, de ez tárgyilagos. És azért az Operett Színházban, a Játékszínben, a Karinti Színházban, Győrben, és rengeteg helyen megfordultam azóta, és rengeteg szerepet játszottam el, és énekeltem el. Úgyhogy ez nagyon, hát örvendetes, viszont azért bennem maradt ez a történet, és abban a bizonyos fiókban már égett ez a dal, hogy ki akar onnan jönni, és most, hogy azért hála Istennek, vagy szerencsétlenségünkre, hát ezt mindenki döntse el, én hála Istennek kezelem, mert van időm arra, hogy ilyen dolgokkal is foglalkozzak, és most úgy döntöttem, hogy novemberben nekiállok, és gyakorlatilag azóta megcsináltuk újra a dalt, kapott egy új hangszerelés, néhány részt újra énekeltem, akkor megcsináltuk hozzá a videoklippet, és hát most tartunk ott egy hete, vagy több mint egy hete, hogy kijött mindenhol, fent van minden létező platformon, igen, meghallgatható, igen, letölthető és egyéb dolgokat csinálhatnak vele az emberek, amit csak akarnak. Én annak örülök, hogy nyilván az én saját mércémhez képest remek a nézettsége, nagyon örülnek neki az emberek, és én nekem mégis ez volt a célom, hogy valamit adjak az embereknek ebben a nehéz helyzetben. De ennek lesz is folytatása? Tehát ezzel megnyitottunk egy olyan csapot, ami utána majd egymás után termeli az újabb és újabb dalokat, majd klippeket, és akár innentől egy jogos elvárás lehet. Én ha azt gondolom, hogy én úgy állok hozzá, igen. A terveimben az szerepel, hogy csinálni dalokat, rengeteg dalt, innentől kezdve, amíg élek és tudok énekelni, az mindig legyen egy létező terv, hogy nekem legyen egy új dalom mindig. Nem abban gondolkodom, hogy megcsinálok egy lemezni anyagot és kiadom, hanem ha mindig jön egy új téma a fejemben, amiről szeretnék majd egy dalt, vagy amiről szeretnék, igen, énekelni, azt mindig meg fogjuk csinálni. Egyébként elárulok neked egy titkot, Zoli, hogy most a napokban állunk neki a következő dalnak. A fejemben már úgy körvonalazódott, hogy körülbelül miről akarnám, hogy szóljon, és nekiállunk, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, aztán meg megyünk tovább, folytatjuk és folytatjuk. Lenne egy nagyon fontos javaslatom. Innen folytassuk majd ezt a beszélgetést, hogyha elkészült az újabb dalod hozzá a klip. Én azt gondolom, hogy lesz miről, és a legfontosabb, hogy addig is vigyázz magadra, és nagyon sok boldogságot kívánok így a magánélet tekintetében is, és úgyis látunk, hallunk még rólad, úgyhogy így legyen sokáig. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó egészséget, és egy nagyon nagy ölelést küldök mindenkinek. Köszönjük. Nézzétek szépen! Nézzétek szeretettel a dalt, és szeressétek! Sziasztok. Már is megnézzük akkor a klipet, szervusz! Hogy várod, úgy bánom, hogy léptem. Ez más hely, az más.
házad, te mégsem változtál. Én szállok eléved, sok a beszéd, most is lennék csak a tiéd, ahogyan tavaly is, s az előtt. Csak húzzon a gépem hazafelé, éjfélkor már nagy ölelés, a buszon hanyagul, szabadon. Szemedbe vág, de mit sem ér, ha itt a tél, a lelked él, megkímél, tudom miért, mégis megvártál. Csak húzzon a gépem hazafelé, de van, aki így sem érez rá, van, aki egyből mindent lát, és te rá válsz. Én szállok eléved, sok a beszéd, most is lennék csak a tiéd, ahogyan tavaly is, s az előtt. Nagyon. Kocsis Dénessel beszélgettem az elmúlt percekben. Tartogatunk még egy üzenetet a hozzátartozó dalkéréssel a mai műsorra. Csizmadia Jánosné Budapesten a saját kedvére kérte a következő felvételt. Fogadja nagyon sok szeretettel. Közreműködik Toki Balog Ernői zenekara, énekes Midélius Éva. A dal címe Jó estét kívánok! Legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket, most elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!